Tehát azt kell mondjam, hogy ma itt vagyunk a Politechnikai Középiskolának a épületében. Ezt az épületet az önkormányzat még 2014-ben adta használatlan az iskolának. Az iskolának nincsenek megoldva az elhelyezési kapacitása, elsősorban a szakképzésre vonatkozóan a műhelyeknek az elhelyezése nincsen megoldva, és ebből a szempontból lett ez az épület, amely az önkormányzat nem van átadva használatra a középiskolának. A 2015-ös évben 6,5 millió dinárt választott ki az önkormányzat arra, hogy ezt az épületnek a felújítása elkezdődjön. Lássák, hogy látják ezek is, hogy a 2015-ös évben négy új tanteremet kiépítve, a fűtés lett megoldva, illetve a szanitáris részeket megoldva. Az idei évben újabb 4,8 millió dinárt látunk fel a költségvetésben, a tetőbb lesz teljesen felújítva, a villanyhálózat lesz felújítva, illetve a kanalizációs és a vízvedékhálózat lesz felújítva ebben az épületben, és akkor igazából 2017-re megtanulnak a feladaték arra, hogy a politikai iskola nagy részét, a műhelyeket, tehát a praktikus oktatásra vonatkozó részén áthelyezze ebbe az épületbe, és egy magasabb szinten tudja, hát azt mondom, megvalósítani, illetve hát a diákok számára közelebbi tenni a praktikus oktatást. Azt gondolom, hogy ez egy kis része, egy kis lépés arra vonatkozó, ami szükséges az elkövetkező időszakban meglépni. Mindenféleképpen az elkövetkező 4-5 évben ennek a városnak egy komoly reformot kell elvégeznie a szakképzés területén, a középiskolai szakképzés területén, és ez azt jelenti, hogy a középiskolai szakképzést, a szakmai képzést azt elsősorban a gazdaság igényéhez kell összeigazítani, a kisvállalkozók és a középvállalkozóknak az igényéhez kell idomítani, hiszen ez fogja csak biztosítani azt, hogy a gazdasági fejlődés ennek a városnak valamilyen szinten fennmaradjon és erősödjen. Ebből a szempontból az eszközök, amelyek a költségvetésből kértek arra választva, illetve a középiskolának a lépése és a beruházása is valójában ebbe az irányba mutatnak, és mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy szép példája annak, hogy az, amit több évtizeden keresztül az a város nem tud megoldani, ez 2-3 év alatt meg tudjuk oldani, hogyha erre igazából komoly. Azt mondom, hogy akarat van, a pénzeket mindig meg lehet találni, ha nem is egyszer az összeset, de 2-3 évben belül meg lehet oldani ezeket a problémákat, és jobb feltételeket, tehát elfogadható feltételeket biztosítani az iskola működéséhez.